Az elektromobilitás korunk egyik fontos kihívása, hiszen fontos lenne kiváltani a közlekedési eszközeink által használt üzemanyagokból származó energiát valami olyanra, ami nem károsítja a természetet, kevésbé terheli a környezetünket. Az elektromos meghajtás ilyen lehet. Ezen gondolat mentén több kezdeményezés is elindult már. Az egyik ilyen a NEI Üvegházban című program, mely során a bekapcsolódó településeken népszerűsítik az elektromobilitást eszközökkel és előadásokkal egyaránt. Sok időt telt el a program kezdete óta, és most a Hajdúböszörményi záró rendezvényen egy meghatározó mérföldkőhöz érkeztünk, amikor 4 önkormányzat számára átadjuk használatba az elektromos rásegítésű kerékpárokat a NEI Üvegházban program keretén belül, amit az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával hajtunk végre. Ebben partnerként a Városok-Falvak Szövetsége jelenik meg, és a Városok-Falvak Szövetségén belül pedig 8 önkormányzat. Most például Mikepércs, Hajdunánás, Panyola és Kisújszállás vesznek részt. A programban kiemelt hangsúlyt kaptak a gyerekeknek szóló előadások, hiszen célszerű a szemléletformálást már a gyerekkorban elkezdeni. Akkor lehetnek környezettudatos felnőttek, ha már egészen kicsikortól természetes számukra a környezetünk megóvása. Nagyon fontos a jövők szempontjából, hogy hogyan tekintünk az erőforrásainkra, hogy azokat hogyan használjuk föl. A mi programunk, ez a program, amit indítottunk, tulajdonképpen ezzel az alapgondolattal indult. Az, hogy az emberek mindezt magukénak érezzék a hétköznapokban, és ahhoz szemléletformálásra van szükség. Ezért ez a program, ahogy a kormány is ezt gondolja, arra figyelt, hogy a gyerekek tudjanak arról, hogy mi is az a környezetvédelem, mi az a klímaváltozás, mit tehetünk mi saját magunk azért, hogy ezen a területen tudatosan éljünk és odafigyeljünk a környezetünkre. Ezen túl nagyon fontos volt beszélni arról, hogy mi az a klímavédelmi akcióterv, amit a kormány indított, és ahhoz hogy tud kapcsolódni egy település. És itt település szinten ezek a kérdések is előkerültek. A programot a kormány, az Innovációs és Technológiai Minisztérium is támogatta, és folytatja a környezetünk megóvása érdekében a jövőben is. Mindannyiunk érdeke az üvegházhatás csökkentése, környezettudatos életvitel és a gyakorlati életben, például a közlekedésben is megvalósuló környezetvédelem.